Örülök, hogy ötödik alkalommal is követed ezt a beszélgetést, amit Bogár Laci bácsi, és még sokak között zajlik, nem csak közöttem. Csak én, mivel ő egy beszélgetésnek határozta meg ennek a műfaját, ezért én abban a beszélgetésbe belekapcsolódok. Azt most is megteszem, ez az ő ötödik bejegyzése, napló bejegyzése. Érdemes azt is megtekinteni, akár mielőtt az enyémet megtekinted, nyugodtan menj el oda, és nézd meg. A mostani ötödik bejegyzésének a címe 6 7 hit és 6. Ez állítólag egy 70-es évekbeli reklámnak a szlogenje, én azt nem néztem meg. Ha gondolod, azt is megnézheted, mielőtt ezt megnézed. Mindenesetre felvetette azt a kérdést, hogy vajon a vírus magyarországi megjelenése óta milyen hit, illetve vagy hitek vezérelték, illetve vezényelték a magyar társadalom érzéseit, és ez vajon hatásos volt-e? Illetve a következő egy-két hónapban vajon ez hatásos lesz-e? Majd ezután episztemológiai gondolatokba csap át, azaz megismerés elméleti gondolatokban, és azt fejtegeti, hogy és a felvilágos először a felvilágosodáshoz köti, majd később ki is javítja magát, hogy ez nem teljesen így volt, mert ez egy általános volt a 19. századig. Méghozzá ami általános volt a 19. századig, azaz, hogy van egy rajtunk kívüli abszolút objektív valóság, ami logikus, ami oksági rendszerrel van, és amit nekünk meg kell ismerni, ami tőlünk független. Mi annak passzív elszenvedői vagyunk. Ezt ő mondta, illetve lehet, hogy egyéb emberek is mondják. Nem feltétlenül így van. És mindenesetre ezt a rendszert megismerve, a 19. század előtti ember ezeket a rendszereket megismerve hozott döntéseket. Hogy mennyire, és ha jobb volt, akkor jobb volt az élet a 19. század előtt, ezt mindenki, ha gondolja, akkor döntse el. Mindenesetre azt mondja, hogy a 19. században vett egy új irányt a valóságról alkotott elképzelésünk, és William Isaac Thomas meghatározta, illetve fölrajzolt az önbeteljesítő jóslatnak a gondolatát, illetve rendszerét, azaz, hogy nem csak az van, hogy van, vagy létezhet egy tőlünk független valóság, ami létezik is természetesen, hanem mindenkinek van egy önmaga által feltételezett valósága, ami alapján szemléli a világot, és ami alapján hozza meg a döntéseit. És említette is az egyik tanítványát, aki ezt a tant továbbvitte, főleg negatív példákat felhozva. És az egyik negatív példája az volt, hogy valaki egy bankkal kapcsolatban bankcsődöt híreztel el. Erre a befektetők kétségbe esnek, a pánik rohamukba kiveszik a betéteket, mire a bank ténylegesen valóban csődbe megy. Tehát egy feltételezés, egy nem valóságos állapot előidéz egy valóságos állapotot. És azt mondja Bogár Laci bácsi, hogy ezek a szubjektív valóságok, vagy a megteremtett valóságok, ezek rombolhatnak, de építhetnek is. Például, ha mi egy olyan valóságba hiszünk itt Magyarországon, amit mondott, hogy jelen pillanatban a magyar társadalom egy olyan valóságba hisz, hogy minden jóra fog fordulni. Hogy legyőzzük ezt a járványt, és helyreállunk belőle. És nagyjából ez volt az, amiről ő beszélt. De ha már itt tartunk a különböző valóságoknál, akkor tény az, hogy többféle valóság elgondolás létezik. Viszont ténylegesen a felvilágosodás végéig általános volt az, hogy van egy konkrét valóság, ami tőlünk független valóság, amilyen valóságban mi élünk, viszont nem feltétlenül úgy értelmezték ezt a valóságot,
hogy annak mi csupán elszenvedői vagyunk, hanem úgy is értelmezték ezt a valóságot, mint aminek mi szerves részei vagyunk. Nem kívülállók vagyunk, hanem benne vagyunk. Persze vannak olyan világelképzelések, mint például ha vallásokról van szó, mint például az iszlám, ami abszolút fatalista elképzelésekkel bír. Azaz meg van határozva, hogy mi fog történni az emberrel a születésénél, és a születésénél meg van határozva, hogy vele, hogy ő hol fog kerülni. Még ha nagyon küzd valami ellen, akkor is, mivel a fátum működik, az győz. Legyőzi az ember szubjektív akaratát, az objektív valóság. Tehát mindenféle akarat ellen az lesz, ami lesz, és kész. Nagyjából ez az iszlám. Egy abszolút fatalista vallás. A kereszténység szintén valamilyen mértékig fatalista, hiszen hisz abba, hogy van egy Isten által akart világrendszer, ez az Isten által akart, létrehozott és igazgatott, fenntartott világrendszer, ez megy valami felé, és miközben megy valami felé, közben történnek dolgok Isten akarata szerint. Tehát ebben van egyrészt egy ilyesfajta fatalizmus, de az emberi akarattal összhangban történik az isteni akarat megvalósulása. Az emberi akarattal összhangban történnek a dolgok. Tehát benne vagyunk Isten akaratában, nem kívül vagyunk. A mi szubjektív valóságunk benn van Isten objektív valóságában és objektív tervében. Nem tudom, hogy mennyire érthető. De így gondolkodik egy keresztény ember. Nem úgy gondolkodunk, mint ahogyan az itt leírt, vagy a második része, ugye a felvilágosodás utáni rendszernek kéne lenni, vagy amilyen az. Manapság pont az a gond egyébként, hogy nagyon individualista módon gondolkodnak az emberek, és élik az maguk életét. Ténylegesen a saját világukban élnek, a saját valóságukban élnek. Számukra nagyon sokszor nincsen objektív valóság. Az objektív valóság az, amit ők érzékelnek. Saját maguk istenei, saját maguk saját valóságot teremtenek önmaguknak. Ez volt Ádámnak meg Évának is a bűne, hogy saját valóságot akartak teremteni önmaguknak. És ez a fajta gondolkozás, amit itt leír, hogy én megteremtem a saját magam valóságát, ez egy abszolút sátáni elképzelés és sátáni út. És nem véletlenül nagyon könnyen tud ebben a gonosz ügyködni, mert saját valóságokat teremt és saját valóságokat kínál fel. Például az örök élet valóságát kínálja fel a különböző kozmetikumok és egyéb különböző beavatkozásokon keresztül. Egy ál valóságba ringatja az embert. És ott van az ő általa említett kelet, ami pedig egy abszolút körkörös ciklikus valóságban él. Minden ugyanúgy megtörténik, újjászületés, stb. Egy ilyen körkörös, nem lineárisan halad a történelem valami kezdettől valami végig, hanem állandóan újra és újra ismétlődik minden. És ebből akarnak ugye a keleti emberek kiszabadulni, ebből a körkörös ciklusból, a szamszarából is végre kitörni belőle, és egyé válni a semmivel, megsemmisülni tulajdonképpen. Ez a keleti vallások a megsemmisülésre felé próbálnának törekedni. Mi nyugaton kicsit másképp vagyunk. Én keresztény vagyok, én a kereszténységet vallom, van egy abszolút objektív valóság, és mi pedig a mi szubjektív valóságunkat minél inkább jobb, ha ehhez az objektív valósághoz tervezzük és éljük az életünket, hiszen ez a valóság. Nem jó nem valóságban élni. Jó megélni a valóságot, nem pedig egy virtuális, egy álvalóságban élni az életünket. Mindenkinek kívánom, hogy a valós világba élje az életét, tudva azt, hogy honnan jöttünk, és mivé leszünk.
tartsatok velem, illetve velünk a következő bejegyzésnél is. Mindenkinek minden jót addig is.